Az épületeink körül rengeteg nedvesség található, a csapadékvíztől, a szennyvíztől, a esővízeltetőtől, a hidegvízig, a csapvízig, tehát rengetegféle víz terhelheti az épületeinket. A talajpára, talajnedvesség, talajvíz viszonylatában pedig alulról és oldalról jövő vizekről kell vagy kellhet számítani. Igen ám, de ezek a vizek kevésbé terhelik az épületeinket, ha idézőjelben van más dolguk, tehát ha például van egy kút a közelbe, amit meghagyunk, és nem temetünk be, mondjuk egy kerekes kút, akkor ennek a kútnak a vize, vagy ez a kút maga összegyűjti a környék vizeit, és ezek a vizek kevésbé fognak a pincénkben megjelenni, hanem a kút aljában kimerhető vízként, felhasználható vízként fog megjelenni. Ha vannak fák a környéken, akkor azoknak a gyökerei elszívják ezt a vizet, és kevésbé fogják a vizek az épületeinket terhelni. Ha hagyjuk kipárologni a talajból a vizet, mert szabad felületet hagyunk, és nem aszfaltozzuk le, akkor az könnyebben ki tud jutni, és nem a betonjárda alatt megrekedve keresi az utat a pincénk felé, hanem egyszerűen csak ki tud párologni. Tehát kerüljük az épület körüli járdákat, betonozásokat, aszfaltozásokat, tömör felületű burkolatokat, hiszen akkor a víz is könnyebben ki tud párologni a talajból, tehát a talaj könnyedében szárad, könnyedében levegőzik, és nem pedig megreked a víz az épületünk tövében, a járda alatt, burkolatok alatt. Tehát magyarul ilyen egyszerű eszközökkel lehet a vizeket az épület pincéjétől távol tartani, vagy az épület földszinti falaitól, pincefalaitól távol tartani. Nem biztos, hogy ezek nagy pénzekbe kerülnek, egész egyszerűen odafigyelés, hogy nem temetünk be egy kutat, nem vágunk ki egy fát, nem burkolunk le feltétlen mindent, illetve a tereplejtéseket is úgy igazítjuk, hogy az épülettől elfele lejtsen, és akkor mi mindig ott van a lehetőség, hogy utólagosan leszigeteljük a pincénket, ha eddig nem tettük meg, de minden esetre egyszerű, olcsó, gazdaságos eszközök is léteznek arra, hogy az épülettől távol tartsuk a nedvességet, ugye már olyanról is volt szó, hogy az esővizek hatékony elvezetése az épület mellől, vagy a szivárgók kiépítése az épület körül, szivárgó rendszerek kiépítése az épület körül, ha lehet szivárgó vízre számítani. Tehát magyarul vannak egyszerű eszközök arra, hogy az épülettől minél messzebb tartsuk a vizet.